előre a Pécs. Krejcsi, Grumics. Remek továbbítás, ott a gólhelyzet, és gól! Vezette át a Pécs. Vitrédi a gólszerző. Hát említettem, hogy ennek a fiatalembernek remekül ment a felkészülési mérkőzéseken, és a bajnokságban is betalál most már. Paks Pécs 0-1. És innen kell most visszajönni. Grumics gyönyörűen teszi tovább, Vitrédi megnézi a kaput, megnézte, hol áll a kapus. Hát Grumicsot is dicsérni kell természetesen, nem csak a gólszerző Vitrédi Dávidot. Pokorni szemszögéből nagyon szép megoldás. Csipeki. Bajzát. Átlép fel a túloldalra. Úgyben bevárja a társakat. Bajzát. Bajzát középre. Grumics! Gól! De szép volt! 0-2. Nagyon szép akció, csodálatos befejezés. Gyönyörűen ment fölfejelni Miroslav Grumics. Az elmúlt szezonban mondtam 8 gólt szerzett, és rögtön megvan az első találat az első fordulóban a 2012-2013-as idényben. Picit furcsa ez kimondani valóban. Itt van Bajzát, rendkívül erőszakos Sipeki, nem tudja elvenni tőle a labdát. Ott hagyják, magára hagyják, benéz középre, bevarázsolja, és Grumics pedig befejeli. Hát ez komoly hideg zuhany a paksiak számára, mit ne mondjak. Ez sem rossz, ott a lehetőség, gól! Simon! Hát ebből 4-4, mit ne mondjak, ha így folytatják a csapatok. Egy percen belül, szűk egy percen belül két gólt látunk. 1-2. Én azt gondolom, hogy lélektani szempontból Simon Attila a legjobb időben szerezte ezt a gólt a paksiak számára. Sukka dühünk. Itt van még egyszer Kulcsár és Simon. A két új ember hozza össze. Simon Attilának egyébként jól ment Siófokon. Ott van! Gól! Heffler Norbert! 2-2. Gyönyörű találat volt. Tereként lépett pályára néhány perccel ezelőtt, és pazar gólt szerez szabadrugásból. Dibusz repül érte, a magasban nem tudja kipiszkálni a labdát. Itt van még egyszer, pazar kivitelezés. Gyönyörűen átemeli a sorfal fölött, mégis öten voltak, ez szinte oda rajzolta a léc alá. Hiába repül Dibusz, ott semmi esélye. Zsekovics, gól! Gól! Mekkora gól! Te jó Isten! A balbek 3-2, és lehet, hogy győzelmet is lehet ünnepelni. Hát ezt hogy eltalálta Zsekovics? Egészen pontosan 2-3. Mekkora gólt rúgott Zsekovics? Nem térek magamhoz. De a paksi szurkolók sem. Hú, de eltalálta a labdát. Óriási balos oda a léc alá. Süvítő löket. Hát ez is, nézzük meg innen is. Védhetetlen. Utolsó pillanatban változtat irányt a labda. 3-2-re vezette át a Pécs.